Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket az év első lelátójában, és természetesen minden kedves nézőnek boldog új évet kívánok, akár csak a velem szemben ülő Éger Lászlónak is. Köszöntelek a stúdióban, Laci, boldog új évet, és sportsikerekben is gazdag boldog új esztendőt mindenképpen. Hát kicsit visszaidézzük az elmúlt évet, majd pedig egy kicsit előre is tekintünk természetesen. Neked nem mondhatjuk azt, hogy tömör pihenés volt ez a két ünnep közötti időszak, hiszen most is pályára léptetek, két teremtorna is volt ebből az egyik legfontosabb, amiben ti már nyertetek máskor is, ez pedig a Fenyőkupa, amit most rendhagyó módon Bonyhádon rendeztek, hiszen eddig ezelőtt Dombóváron volt, hogy itt előzetesen nekem ezt elmondtad. Hogy jött össze a csapat, milyen csapattal indultatok, kik voltak az ellenfelek? Igazából én is boldog új évet kívánok neked is, és minden hallgatónak. Igazából a Fenyőkupa az Bátaszéken volt, ez egy öreg fiú torna volt. Hat csapat volt, hála Istennek ez a tornát sikerült megnyerni, de nem is ez volt igazából a lényeg, hanem hogy együtt voltunk és találkoztunk a régi társakkal, a sokkal fontosabb volt szerintem. Nagyon hangulatú torna volt ez Bonyhádon, amit sikerült megnyernünk, de tényleg egy Csipeki Pista, egy Báló Tomi, egy Gévai Zsolti, Nagy Pista, tehát sorolhatnám Böde Dani, akikkel így együtt voltunk, Osztermayer Gabi, és nagyon jó hangulatba telt. Nagyon jó sztorizgatások voltak, minden mérkőzés előtt, mérkőzés után. A fő felelősünk a Tamási Gábor volt. Az első két meccsen tudott pályára lépni, ő már utána nem. De viszont nagyon jó hangulatot teremtett a csapatnak, úgyhogy ezért nekünk ez nagyon jó felüdülés volt. És ez egy öreg fiúk torna volt itt Bonyhádon. Más csapatoknál is természetesen azok a játékosok léptek parketre, akik korábban mondjuk az adott csapatban valamikor megfordultak, vagy közük volt hozzá. Így van. Ez egy öreg fiú torna. Itt a Tolna, a Dombóvár, Tamási. Ezek a csapatok igazából a helyiek voltak, akikkel már nyilván találkoztunk. És ez minden évben szokott lenni. Tavaly elmaradt a Covid miatt, és akkor idén most Bonyhádon rendezték ezt a tornát meg. És még egy érdekesség volt, ez is talán rendhagyó, hogy nem csoportba játszottatok, tehát két csoport vagy három csoport, hanem mindenki játszott mindenkivel, hiszen hat csapat volt. Így van. És mégis egy fél nap alatt lehet azt mondani, lezajlott az egész. Igen, ez gyorsan lezajlott, 18 perces mérkőzések voltak, fél három, állított, háromkor vége volt már a tornának. De jó hangulatba telt az eleje is, meg a vége is. És hát azt is mondhatjuk azért, hogy kimagaslott a paksi csapat a mezőnyből. Én úgy gondolom, hogy ki, de most azt mondom, hogy ez természetes dolog, mert nyilván azért itt voltak, akik még aktívan játszanak, vagy edzésben vannak, de abszolút, tehát a többi csapat is igazából az, hogy örült, hogy játszottak velünk, beszélgettünk ugyanúgy velük, tehát hogy jó hangulatba telt el, nem az volt, hogy na most oda mentünk, hanem tényleg így jól érezte minden csapat, azt lehet mondani ezen a tornán magát. És hát említsük meg mindenképpen ugye a csapat vezetőtöket, hiszen Karsz Józsó volt az, aki összefogott benneteket. Igen, ezt mindig Józsó bácsi csinálja. Tehát amikor meghívnak minket, akkor nyilván Józsó bácsinak szólnak, és akkor van egy 25-ös lista, Józsó bácsi mindig azt mondja, hogy 12 embert fel kell írni, felhívja mindenkit, ki tudna jönni, és ezt Józsó bácsi szervezi le, és ő mindig ott van velünk, aktívan részt vesz minket. Nyilván a büfébe is részt vesz, amikor menni kell, akkor ő az első, aki, na gyertek fiúk. Tehát, hogy ez abszolút neki köszönhető. És akkor említsük meg, ha én már ugye eltévesztettem, hogy volt közben egy Fenyőkupa, és ez is ritka, hogy te egy hétvég alatt két kupát is megnyertél, volt ugye ez az öreg fiúk, utána már indultál is Bátaszékre, ahol szintén a dobogó legfelső fokára álltatok. Igen, ott egy szekszárdi barátaimmal mondhatom azt, hogy velük voltam, és az elődöntőbe és a döntőbe értem oda, az egy 4 napos torna volt, és innen oda mentem át, és hála Istennek ott is tudtunk győzelmet aratni, úgyhogy ez nagyon jó telt az a nap. Jó zártad az évet. Igen, azt lehet mondani, hogy jó, igen. Hát akkor kicsit, hogyha most előre tekintünk, ugye a Paksi FC-nél dolgozol, utánpótlásba edzősködsz, de mondhatjuk, hogy a felnőtt csapat környékén is ilyen mindenes vagy, tehát mindenféle pozíciót betöltesz és mindenbe segítesz. Megkezdtétek ti is már az edzéseket, ez nekem azért volt furcsa, mert az utánpótlásban még azért több helyen pihennek, de a te csapatod az már pályán van. Igen, mi a tegnapi nappal elkezdtünk edzeni. A gyerekek kaptak 2 hét pihenőt, azt meg kell említeni, hogy Wiesner Joci kollégám, nyilván ő a vezetőedző. 2 hetet kaptak a gyerekek, de a 2 hétből a 2 ünnep között volt egyéni, meg amit kellett nekik futni, mert azt gondoljuk, hogy
az akadémiai csapatokkal, amikor nincsen iskola, akkor jó, sokkal többet tudunk a gyerekekkel foglalkozni, és ugye úgy alakult, hogy a téli szünet az ezen a héten ugye még nincsen, nem kell nekik iskolába menni, és ezáltal délelőttönként tudunk velük edzeni, és 21 fővel a 24-ből ott vannak az edzésen. Nyilván nagyon élvezik, azt is látjuk, hogy ki az a gyerek, aki nem csinálta meg nyilván azt a futást, amit meg kellett csinálni, mert látszik, hogy fáradtabb, de a többsége abszolút megcsinálta, és mi is elkezdtük, a felnőtt csapat is elkezdte a mozgást, úgyhogy ezt a gyerekek nem szeretik, nyilván ezt a felkészülést, de ezt mi is csináltuk, ezt muszáj megcsinálni ahhoz, hogy sikeres legyél, sajnos ez egy olyan időszak, amit nem szeretünk, de muszáj csinálni. Nem beszélve ilyen tavaszi környezetben, ami most itt bennünket fogad. Említsük meg azt is, hogy mondhatjuk előttem az utódom, hiszen a te fiad is ebben a csapatban játszik, nem is akárhogy, hiszen tehetséges. Mi sem bizonyítja jobban, hogy társaival vagy társával együtt beválogatták a korosztályos válogatottba. Igen, a mindig kényes téma ez nekem, mert... De azért jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés, és nyilván ott is voltam a válogatott mérkőzésein, de mindig én óvatosan kezelem ezt, mert neki ez nagyobb teher, mint nekem, és én ezt érzem rajta, mert ne azt gondolják, hogy én miattam. Tehát nekem ez igazából egy olyan válogatón kell keresztül mennie, ami meg kell felelnie, és ha nem felel meg, akkor teljesen mindegy, kinek, aki a fia, ezt el kell mondani. És meghívták, ott ragadt, de hát itt az a kérdés, hogy a következő fél évében ott tudsz-e majd ragadni. És én mindig azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy most kiválogatott, mert én ilyenkor utánpótlásban nem voltam válogatott. Én 21 éves koromban voltam először az olimpiai válogatottban. Az a kérdés, hogy ki lesz felnőtt válogatott. Tehát ez nagyon jó érzés, és büszke is vagyok rá, de aki attól függetlenül, aki most válogatott, abban nem biztos, hogy lesz NB1-es futbolista. Tehát ezt nagyon óvatosan kell ezt, én azt gondolom, kezelni. A Zsombival ezt próbálom megértetni, és azt gondolom, hogy meg is érti ezt. Nyilván nagyon örül, hogy behívják, és ott van a társaival, de nagyon sokat kell dolgozni, és sokat kell fejlődni ahhoz, hogy van egy célod, hogy NB1-es játékos legyél, és neki az a célja. Igen, de hogyha korosztályt nézzük, akkor mindenképp való egy jó visszajelzés és egy jó mérce az, hogy beválogatják egy adott korcsoportba vagy válogatottba, és ki az a másik játékos, aki még mellette van. Mert az se baj, hogy mondjuk Paksi csapatban nem egyedül van ott. Ő a 2008-as korosztályban van, mert tiszta korosztályok vannak a válogatottnál, de nálunk ez a 2007-es korosztálynál, a Galambos János, és ő a 2008-asoknál van. Őt is mondhatom, hogy egy nagyon ügyes játékos, de én mondhatnám, a mi korosztályunkban, a kiemelt korosztályban vagyunk az U17-es csapatunkkal, több ügyes gyerek van, de nem tudjuk ezt megmondani, hogy ki lesz. Én nagyon örülnék, hogyha 1-2-3 odaérne nyilván a felnőtt csapat közelében, akkor azt gondoljuk, hogy jól dolgoztunk, de én azt gondolom, hogy az U16, U17, U15-ös korosztályunknál most vannak olyan ügyes gyerekek, akik igenis odaérhetnek a Paksi FC-nél, hogy NB1-es játékosok lesznek. És mondhatjuk azt is, hogy talán a többi játékosnak is egy motiváció az, hogyha látja, hogy el lehet jutni akár a válogatott szintig is mondjuk a korosztályában. Nagyon nehéz. Tehát nincs irigykedés, most ugye arra is gondoltam, hogy itt a játékosokat inkább ez tolja, mint hogy igen. Mondjuk... Nagyon nehéz volt egy időben a Paksi FC-től, hogy menjenek játékosok, mert ugye a válogatott edzők azok nem is nézték meg úgy a Paksi FC-nek a fiataljait, hanem inkább az akadémiákból választottak. Igen ám, de az U17, U16-os korosztályon a kiemelt bajnokságban szerepel, és benn is maradt. Még vannak olyan NB1-es múltú nagy csapatok, akik nyilván sokkal több pénzből gazdálkodnak, és kiestek. És most mondok egyet, a Honvédnak a 2008-as csapatából 8 válogatott játékost választottak be, de kiestek. A 2007-esben azt hiszem 5-en voltak, és ők is kiestek. Na most ezért nem mindegy, hogy kezeled ezeket a gyerekeket, mert én azt gondolom, hogy nincsen 8 és nincsen 5 egy csapatnál ennyi válogatott játékos. És a Paksi FC-t, mivel hogy bent tudtunk maradni, így nézték, hogy ugye az első 8-ban van mind a két csapatunk, és ezért sokkal jobban előrébb kerültek a mi gyerekeink is.
És azt el kell mondani, hogy te már említetted, hogy itt akikkel versenyeztek, azok tényleg akadémiák, a nagy csapatok akadémiai, és mégis ti bent tudtatok maradni egy ilyen kemény csoportban. Igen, itt ide venni mindenképpen a Haraszti Zoltinak a csapatát, aki, vagy Haraszti Zolinak a csapatát, aki ugye az U17-es korosztálynál van, és ők is bennmaradtak. Az U16-os csapatunk is bennmaradt, és egy Pécset, egy Utét, egy Honvédot tudtunk megelőzni, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Senki nem várta el tőlünk a klubvezetők közül, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de volt egy olyan dac is a csapatban, egy 5 forduló volt vissza, amikor én leültem a gyerekekkel, így mindig szoktunk velük beszélgetni, és azt mondtam, hogy senki nem várja el tőletek, hogy bennmaradjatok, viszont tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a végén csináljunk egy olyat, hogy rajtunk múljon, hogy nyomást rakjunk rá a többi csapatra, mert rajtunk ugye nyomás van 2-3 éve, de ők nem tudják azt, hogy milyen nyomás. És az utolsó fordulóban, amikor itthon játszottunk a Ferencváros ellen, és tudtunk nyerni 1-0, nekünk csak a győzelem volt jó, mert különben a döntetlenné is kiestünk volna. És a Honvédtól itt volt 3 ember, az utánpótlás szakák vezető az edző, és nyilván a Ferencvárosnak szurkolt, hogyha mi kikapunk, vagy döntetlent, akkor ők jutnak be az első 8-ba. És tudtunk nyerni 1-0-ra, és olyan öröm volt a gyerekek között, meg a szülők között, hogy valami elképesztő, ezt jó volt megélni. És biztos vagyok benne, azt mondtuk a gyerekeknek, hogy ezt nem fogják elfelejteni, ez fantasztikus dolog volt, amit ők csináltak itt az utolsó mérkőzésen. Hát meg nem beszélve a folytatás, ugye, hogyha jön a tavasz, és most az első 8-ban vagytok, akkor feltételezik, hogy a 8 legerősebb csapat így fog van. Egymás között így megversenyezni. Van. Ezért is mondtam, hogy mind a két csapatunk, az U17 és a U16-os, ez bennmaradt, és nyilván most már nem tudsz innen kiesni, de a gyerekeknek egy olyan fog szolgálni, a legjobb csapatokkal fognak továbbra is tudni játszani, hogyha így ez 25 meccsről szinte beszélünk. Tehát, hogy az nagyon nagy dolog lesz. Kicsit a felnőttekről is, hiszen már említettem itt a felvezetésben, hogy ott is vannak feladataid. Ugye most Törökországba utazik majd a csapat, te viszont maradsz a fiataloknál itthon. Igen, én azt gondolom, hogy sokkal többet tudok itthon segíteni, mint nyilván elmennék Törökországba, az edzéseket tudom megnézni, a mérkőzéseket. Szombaton elmennek, 11 nap szerdán fognak azt hiszem hazajönni, 3 komoly mérkőzésünk lesz Törökországba. Én itthon maradok, a gyerekekkel fogunk továbbra is edzeni, és amikor hazajönnek, szerdai napon, csütörtökön van pihenő, pénteken edzés, és szombaton játszunk 2 edzőmérkőzést, a Pécssel és a Kozár Michelinnyel, Pécsen lesz, 11 órakor és 1-kor, és nyilván azon már ott leszek, és én is nézem azt a 2 mérkőzést. Ugye mindig a fiatalokra utánpótlásnál megemlítjük és beszélgetünk arról, hogy hát nem az eredmény a legfontosabb, de azért itt 16 éves gyerekekről van szó, meg még nagyobbakról is. Te is mondtad, hogy mekkora boldogság és öröm volt az, hogy bejutottak a rájátszásba a legjobb 8 közé. Azért már vannak célok, tehát mi az, ami a realitás szerinted a te csapatodnál is, a 16 éveseknél a végén? Én azt gondolom, hogy nekünk edzőknek az lenne a legfontosabb, hogyha minden több gyereket tudnánk először az NB3-as csapatba, mert van egy út, tehát nem tudsz egyből NB1-be menni. Minél többet tudjunk odaadni az NB3-as csapatba, majd ha odaérnek, de ezzel nagyon óvatosan kell menni, mert a 17 éves gyereket nem fogod tudni még odaadni az NB3-on, mert ő még gyerek. Na most, ha a gyerekek között nincs egy tapasztalt játékos, amit ide veszem mondjuk egy évvel ezelőtt a Gévai Zsoltit, hogy nyilván megvédte ezeket a gyerekeket, vagy most a Böde Dani, hogy megvédi ezeket a gyerekeket, mert ők csak felnőttek ellen játszanak, és nyilván azért vannak olyan ütközések, belemenések, beszólások, hogy ugye megfélemlítik a gyerekeket. Tehát ennek kell lenni egy átmenetnek, hogy igenis kell a 17-19 NB3, ami ugye nekünk ez annó ugyanígy megvolt, és minél többet eljutatni az NB1-es csapathoz. Én azt gondolom, hogy akkor működünk jól. Most én látom azt, hogy a Zolinál, a 17-nél vannak nagyon ügyes gyerekek, akik már ugye ott vannak az NB3-nál, nálunk is vannak, és a 2008-asoknál is vannak nagyon ügyes gyerekek, hogy én azt gondolom, most lehet egy olyan, hogy ebből a 3 korosztályból egy nagyon bízom benne, egy 4-5-6 gyerek esetleg oda tudna érni, az már óriási dolog szerintem. És hát akkor majd innen még lépegethetnek fölfele, akár a felnőtt csapathoz is, és ha már felnőtt csapat,
Nem kerülhetjük meg, ugye rendhagyó módon, most már harmadszor mondom ezt a rendhagyót, de hát ez is az volt, hogy Katarban mi időszámításunk szerint télen volt a labdarúgó világbajnokság. Hogyha így visszatekintünk arra a sűrű egy hónapra, te mint 9-szeres válogatott, 4-szeres magyar bajnok labdarúgó, hogy láttad a meccseket, milyen volt a színvonal, és azok, amik te előzetesen mondjuk gondoltál, vagy tippeltél volna, bejött-e? Én az elején nem is tudtam nézni, megmondom őszintén. Olyan időpontokban voltak a mérkőzések, ugye ezt most mondhatom, leszoktunk ülni veled, azt iszunk két sört, és úgy nézik a meccset. De csak most... láptenisz után. Így van, csak láptenisz után, igen. Az elején nem is fogott így meg. Tehát megvolt, hogy kinek szurkoltam, abszolút én argentinok, de azt is meg a Messi miatt szurkoltam, nagyon szerettem volna, hogy ezt ő nyerje meg ezt a tornát, ezt a... Nyilatkoztam is a torna elején, hogy nagyon szeretném, hogy ő nyerje meg. Nagyon örültem neki, hogy ezt, ugye, ez még neki nem sikerült, és ezt be tudta gyűjteni, ezt a trófeát. Én azt gondolom, pont az argentinok az utolsó mérkőzésen, a döntőben olyan 70 percet produkáltak, hogy valami elképesztő volt, hogy senki nem várta, szerintem, akik még nekik szurkoltak se. Tehát egy olyan foci volt, hogy a franciák nem tudtak velük mit kezdeni. De ami érdekes, olyan a futball, hogy 15-20 percet úgy megváltoztatta az egész képét, hogy ki is kaphattak volna. De valahol a sors azt akarta szerintem, hogy ezt a Messi pont miatt, hogy ezt be tudja gyűjteni. Az mellett voltak nyilván csalódások, most mondta nekem a spanyolok, a németek, tehát nyilván ezek nekem csalódások voltak. De én végig a Messi miatt ennek a csapat argentinoknak szurkoltam, sokkal jobban követtem őket, de az sem lehet elvenni, hogy a franciák nagyon fantasztikus csapatuk van, tehát hogy olyan játékosok alkotják ott a keretüket és a kispadukat is, hogy még a franciákat néztem, én az argentinoknak azt sem tudtam, hogy kik, megmondom neked az őszintét, hogy nem is tudtam, ki az a középpályás, és amikor most meg már úgy nézem, hogy ez a legfiatalabb középpályás, és hány klubba akarja. Tehát, hogy hihetetlen volt így megélni, hogy az argentinoknál szinte alig ismerek valakit, és mégis nekik szurkolok, de a franciáknál szinte ismerek mindenkit, még a kispadon is, hogy nekik nagyon jó csapatuk van szerintem. Akkor úgy értékeled, hogy színvonalas világbajnokság volt így összkép alapján, amit te láttál, vagy azt mondod, hogy azért többet vártál tőle? Színvonalas volt, de én a nagyobb csapatoktól többet vártam. Amit mondani, spanyolok, németek, nekem ez így csalódás. Érdekes az angolok, hogy a csoportjukban mindig simán tovább jutnak, és valahol nem tudják átlépni az árnyékokat, tehát tőlük is többet vártam. Meg jó lett volna, hogyha itthon nyáron, és ezt úgy tudjuk nézni ezt a világban. Nekem ez így furcsa volt, és sokkal jobban vágynám arra, hogy újra a világbajnokság nyáron legyen. Hát van egy jó oldala, most nem kell 4 évet várni, csak 3 és felett. Így van. Labdarúgó világbajnokság. Igen, de nagyon, tehát a egyik, ha most visszaemlékszel, Tibi, szombaton még ment a spanyol-angol bajnoki, következő héten világbajnokság volt. Na most, hogy azok az emberek, akik nagyon szeretik a focit, úgy, mint te meg én, tehát, hogy itt abba vagyok, de már kezd el a VB-t is minden nap. Tehát ott nekem annyira ott egy kicsit meg voltam csömörödve, hogy nézzem minden nap, és hogyha visszaemlékszel, hogy szokott lenni, vége van, 4 hét felkészülés, és jön alig várjuk, hogy világbajnokság legyen. Tehát egyik hétről mentünk a világbajnokságra, és szerintem nagyon sok játékos ki van facsarva, ugye rengeteg sérülés volt ebből, mert... Hát többen le is maradtak, ugye? Így van. Tehát ugye rendkívül sérülésveszélyes szerintem most már nagyon sok mérkőzést játszanak, és ha most visszagondolom, most vége a VB, de már megy tovább, és kezdik a bajnokok ligája szinte, meg a bajnokság. Így van, mint ahogy a Paks is 28-án elkezdi a bajnokságot. Reméljük, hogy marad ilyen tavaszi idő, de hát előbb-utóbb pont beszéltük, lesz bőtje ennek a tavaszias időjárásnak. Kicsit akkor tekintsünk még előre válogatott szinten, sűrű a program, jönnek már márciusban kezdődnek ugye az EB-s elejtezők, és Magyarország a csoportjába, itt az előzetes latolgatás, esélylatolgatás alapján, most az egyszer mondhatjuk azt, hogy esélyesnek számít, azt hiszem 2 jut tovább a csoportból. A szerbek előznek meg bennünket egyedül ezen a úgynevezett világranglistán, de tudjuk, hogy ez semmit nem ér, mindent a pályán kell bizonyítani. Így, ahogy mondott Tibi, ezt pontosan tudod, hogy az, amikor te esélyes vagy, akkor sokkal nehezebb játszani. És amikor esélytelenek voltunk, akkor nyilván kikaptál volna, semmi probléma. De nyilván ott nagyon eredményeket értünk el. Itt viszont most már mindenki elvárja, hogy jussál tovább, és ez nagyon nehéz lesz, de én nagyon bízom benne, hogy ez sikerül.
Én azt gondolom, hogy Márk Rossi nagyon fantasztikus munkát végez, és úgy visszahozta azt a közeget, hogy öröm a válogatottak lenni, a szurkolók teltházon bármilyen mérkőzésen, de nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem is, ahogy te mondod ezt. Hát reméljük, hogy sikerül, és bízunk abban is, hogy a Paksi FC is ott ragad legalább a középmezőnyben, de mindenki kicsit úgy a hazai pályán többet vár, ugye? Te mit tippelsz? Mi az, amit úgy reálisnak érzel a végére? Nehéz ezt megmondani. Nagyon sok a mezőny, azt tudjuk. Igen, tehát hogyha megnézed, hány pont választja el a negyediket a tizediktől, akkor nagyon-nagyon sűrű. Tehát én azt mondom, hogy ha kétszer kikapsz, kétszer nyersz, már ott vagy fönt, vagy ott vagy lent. Tehát, hogy minden meccsnek nagyon-nagyon éle van. Ami nagyon-nagyon fantasztikus dolog lenne, hogyha most a Magyar Kupa, most belegondolom, kiesett a Ferencváros, kiesett a MOL-Fehér Videóton. Szerintem jó sorsolást kaptunk, tehát nagyon könnyen ott lehetünk a 8 között, de nyilván nem lebecsülve ezt a csapatot sem. És onnantól kezdve bármi lehet szerintem. Tehát, hogyha egy nagyon jó Magyar Kupa, ha ezt meg tudnánk lovagolni, akkor nagyon jó lenne nyilván átélni azt, amit tavaly átéltünk, hogy elmenni a döntőig. Ezt nagyon szeretném és vágyom rá, nyilván. Az, hogy a bajnokságban nagyon picin fog múlni szerintem az, hogy akár harmadik vagy, vagy az, hogy kilencedik vagy. Szerintem az 5-6 ponton belül lesz-e, hogy az merre visz téged el. És amit kiemeltél, hogy nyilván azt szeretném én is a hazai környezetbe inkább nyerjünk, ha már ki kell kapni, akkor persze idegenbe kapjunk ki. Soha nem jó kikapni, de akkor inkább idegenbe kapjunk ki. De nagyon-nagyon nehéz lesz ez. Elmész Kisvárdára, jön a Ferencváros, Kecskemét, Debrecen, tehát, hogy nincsen tuti meccs. Most mondhatom azt, amikor én futballoztam Dunajváros, Debrecen, hogy tudtuk azt, hogy ezt a csapatot úgyis megnyerjük, és nem lenézve, de tudtad azt, hogy nyerni fogsz nagy valószínűséggel. Itt nincs ilyen. Itt nincs ilyen. Hát ez végszónak is jó lesz, de azért bízunk a legjobbakban. Nem is harmadik, de azért az a 4-6 hely Éjjön. Között azért reméljük, hogy odaér a csapat. Meg hát természetesen szurkolunk a fiataloknak is, hogy minél szebb eredményt érjetek el. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai műsorban. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóba. Jövő héten várom majd önöket a képernyők elé viszontlátásra. Jó estét kívánok!